Arra hívnám fel a figyelmet, hogy mindegyik gödörbe bele van téve a fa. De először egy kis morhanyós földet majd tegyünk már alá, a felnőttek segítsenek már még kiemelni a fát a gödörből. Tehát nehogy hirtelen betemessük, mert akkor jó nem fog kisülni. És most pedig a iskolánk három tanulója, második osztályos tanuló, egy verset szeretnének még elmondani ezt. Jókaimból ültes fát, hogyha más nem lombot át, árnyékában megpihenhet, gondot ő visel rád. Jó vásza nyit virágot, messze érzed illatát, kis madárka szárája, ingyen hallgatott szavát, ültes fát.